Apagy iparterületén egymás után nőnek ki a földből az új épületek, amelyeket az önkormányzat bérbe ad különböző vállalkozások számára. Ebben az épületben például gyümölcslevet fognak készíteni. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője szerint példaértékű, ahogyan Apagy gazdálkodik az ipari parkjával. Nekem itt a kis gazdaságokat, az önkormányzatokat, a mikrogazdálkodásokat vagy a mikrogazdaságot kell figyelnem. Ennek nagyon jó jövő volt 2022, hiszen a TOP pluszból megvalósult beruházások most érnek be, magyar beruházások most érnek be. A TOP-nál nagyobb büszkeséggel mondhatom el, hogy Apagyot szoktam egyik példaképnek nevezni, hiszen az apagyi önkormányzat polgármester vezetésével egy 100%-os önkormányzati gazdasági társasággal pályázott például itt Apagyon az ipari park fejlesztésre, és a környéken megtermelt zöldség gyümölcsnek a felhasználását, feldolgozását teszik ebbe lehető, és nagyon szívesen támogatta a kormány ezt a programot, és a többi polgármesternek is mindig mintaként mondom el, hogy ne csak arról gondoskodjunk, hogy járda legyen, vagy közszolgáltatás szép legyen, az is nagyon fontos, de ennek a fenntarthatóságára mindig olyan gazdasági tevékenységet kellene keresnünk, ami ennek a bevételi oldalát is megvalósítja. Ilyen például Nyírparasztján, hogy mondjam a másik mintát, a hűtőház, Mantar Kft-tel együtt működve paprikát termel az önkormányt a közfoglalkoztatás keresztül, és ennek a hűtőháznak a kapacitását kvázi bérbe adja. Kovács Sándor hozzátette, vannak még olyan példák, ahol a helyi vidék fejlesztésnek a helyben megtermelt áruk előállítása és értékesítése a feladat, akár úgy is, hogy az önkormányzatok összefognak egymással. De vannak más közös feladatok is, ilyen például az energiaközösségek létrehozása. Az elmúlt időszakban négyszer találkoztam a polgármesterekkel, ahol ezekről a dolgokról beszélgettünk, valamint az energetikában tapasztalható gondokról, hogyan lehet takarékoskodni, ki milyen mintát tud átadni a másik településvezetőjének, milyen know-how-ja van, esetleg ötlete van, és azt gondolom, hogy ez a közösségépítés, úgy mondom, a polgármesterek közössége, egyfajta gondolkodás, de hívtunk már minisztériumi vendéget, meg illetve gazdasági szakembert, itt meg említeném, zárójelben az energiaközösségnek a létrehozását próbáljuk meg egy kicsit előtérbe helyezni. Ez Nyírmada környékén már csirázik, kezd egy kicsit kihajtani, és szeretném, hogyha több vállalkozó és több település is csatlakozhatna hozzá, hiszen onnantól kezdve ebben az energiaközösséggel, ebben az energiahiányos állapotban egy új dimenzióját világosíthatjuk meg magának a megtermelésének, az energia megtermelésének, illetve a saját felhasználásának, hiszen az energia közösségek felléphetnek nagykereskedőként is, és akár ipari partnerként, vállalkozásokkal, akár magánszemélyekkel tudunk majd együtt dolgozni egy 5-10 éves perspektívában, de az most kell lerakni az alapokat. A politikus kiemelte, hogy Csengerben, Mátészalkán, Nyírmadán vagy épp Apagyon a bölcsőde építések nem csak abban segítik a családokat, hogy a szülők így hamarabb visszatérhetnek a munkavilágába, de ennek gazdaságélénkítő hatása is van. Az elmúlt 4 évben csináltunk egy mérleget, több mint 96 milliárd forint érkezett a vállalkozásokkal együtt a régióban, és azt gondolom, hogy ez gazdaságélénkítési szempontból, mivel a bölcsőde az bármilyen fontos, ez egy gazdaságélénkítési projekt is, amely ez a családpolitikát old meg az adott településen, hiszen azok az anyák, azok a családtagok, akik el szeretnek mennek dolgozni, a bölcsőde leveszi a gyermekgondozási problémát az ő mindennapi időbeosztásából, és el tudnak helyezkedni újra a munkaerőpiacon. Ennek egy része egy régebbi lépése, amikor a 40 éves munkaviszony után elmehetnek a nők nyugdíjba, hogy ők nagymamaként szeretnének segíteni, tehát ez a bölcsőde és a korai nyugdíjazás, azt gondolom, hogy segít a foglalkoztatás politikai eszközként a munkaerőpiaci elhelyezkedésre. Ez kiválóan működik. Kovács Sándor hangsúlyozta, a bölcsődék 100%-os kihasználtsággal működnek, és van, ahol várólista is van. A politikus szerint a következő év legnagyobb feladata a családok és a rezsicsökkentés védelme lesz, amihez nagy szükség lesz a családok stressztűrő képessége. Is.